Üdvözlök mindenkit! Ez itt újra a BMW M3 Challenge nevű játék, és egyik Forma 1-es ligatársammal, Murival szeretnénk mi ezt most bemutatni. Kipróbálnánk így közösen együtt, hogy milyen. Hát szerintem senki ne számítson egy ilyen professzionális versenyre, inkább csak nagyjából megnézzük, hogy mire képes ez a ingyenesen letölthető játék. Mi elmókázgatunk, és akkor ezzel én is köszönök a nézőknek. A hangon miért meg így szóban is elnézést, de a fülesemmel problémák vannak, és a webcamban beszélek, már többször írtátok, ezért van ilyen fura hangom. De ezt most itt lezárjuk, most foglalkozunk ezzel a BMW játékkal. Egy kis móka. Így van, ez egy hivatalos játék, a BMW M3 autónak egy ilyen promós játéka. Mindenki letöltheti és játszhat vele, akár hálózatba, akár single playerbe, úgyhogy... Na hát akkor kezdjük el, induljunk el, akkor ez Nürburgring, a Forma 1-es Nürburgring pálya. Nálam automata váltó van, az összes többi segítség ki van kapcsolva. Muri, ő szerintem bevállalta, hogy ő mindent off-ba kapcsolt. Hát igen, hogy én elkezdtem a részényesen játszani, és ugye ott is full assist off-ba játszok, onnan is látom minden, és nagyon-nagyon most nagyon megtetszett ez a szimulátoros feeling, úgyhogy itt is kötelezően manuális váltó, meg minden full off. Na, de ez egy kicsit furcsa lesz itt a váltás, de annyira nem hallatszódik ugye, hogy úgy felpörgetem. Dehogy nem. Váltani, dehogy nem. Megvan. Halljuk folyamatosan itt, hogy szép fordulaton jár a motor. Hát egy ötösre beállítottam most, de nem tudom, hogy fogok elindulni még. Na hát ezt megnézzük így állva, akkor rajtoljál. Safety káros tempóban van, követ. Egy kis közvetlúszás, egy kis furcsa az irányítás a részének is az képen sokkal. Igen. Hát, hogy is mondjam, kis butábbnak mondanám, talán csúszósabbnak. Mhm. Hát azt mondod, a másik játékban ez a dolog, ez jóval egyszerűbb. Jó. Hát jobban összeadták, igen. Nyomod a kemblokkod. Úgy, hogy az erősen van ez, de az úgy érzem. Ezt így meg lehet nagyjából fogni. Én még annyi segítséget bekapcsoltam, hogy nálam írja az irányt, illetve hogy hányos sebességi fokozatban érdemes. Egy-egy kanyar bevenni. Hát ugye manuális váltó a váltani, BMW 2-esben, hogy visszaváltó a 2-esig, a 2-est a 10-et kiparálható. Jó, soha erre is kell. Hát igazából tényleg itt tanulni kéne. Hát így érdekes, igen, én most full ebbe vagyok. Meg fogunk várni, mert már most látlak a visszapillantóra. Az Inzerkomban lehet különböző nézeteket váltani, belső nézet motorháztatók. Például a delete gombbal első és hátsó nézet a keréknél, pilóta nézet szemből. Ups! Volt egy kis crash. Illetve van egy ilyen nagyobb motorháztató nézet.
teljes sebességének nagyon kell fordulni. Kár, hogy kevés pálya van. Igen. Na, ezt ügyesen bevetted. Hát azért fasztam. Volt egy kis segítség. Jaj, de csúszik! A sugar az nagyon durva megfog. Hát ez szint igen. Jó, hogy van ez a kis asztal. Nagyon sok a 2:45. 3:40. Majdnem, úristen. Én is motorháztető nézetem megyek. Jaj, jaj. Ahhoz képest, hogy a játék 6 éves, hát, meg a, egy 366 megabyte, tehát tényleg nem egy nagy méretű. Ahhoz képest játszunk. És hát nem tudom, hogy kell kérdezni. Most hogy nem változott meg akkor, hogy grafikon bazika. Régen játszottam a Yes in Action-ből. Nem is tudom, jó pár évvel ezelőtt aztán. Nem tetszett az egész, mondom, mi ez a trágya, meg ilyenek, már elnézést. Hát aztán mégis. Így kötöttem ki, és hát azt mondom, hogy Forma 1 ez most a háttérbe került. Igen, az idei F1 az nem sikerült volna tényesre szerintünk. Bár mondjuk én magam a eleve bénának tartom abban. Bár mondjuk a 11-ben annyira nem, de mindig az egy második. És nem lehet tudom. Na ügyesen bele csúsztatni egyébként, hogy gyakran arra, ha eltaláljuk, ugye a féket, gáz. Úgyhogy... Hát én mi nem találom. Nem tudom, nekem van egy olyan érzésem, hogy így meg tudnám szokni. De majd kíváncsi leszek a részre volna, hogy az milyen lesz. Azt mondom, hogy nem csak én mondom azt, hogy jól megyek, de miért van valami. Bár nem hosszú távon, mert inkább időmérő, meg pár körre, mert hosszú távon koncentrálás annyira nem megy még. 2:36-os idő. Nem azt kell nézni, a vezethetőség. Igen. Az játék jön, a vezethetőség, irányítás. Nem tudom, nincs összehasonlítási alapom. Nem tudom azt mondani, hogy jobb ennél, meg ennél, meg ennél. Hanem majd volna az.
képviselő is. Visszajövünk a garázsba. És megnézzük Murit. És most fordul rá a célegyenesre. És akkor leközvetítjük ezt a kört. 2.26.8.50-es ideje van. Az első szektoron 45.9. Nézzük a célegyenes végéhez hogy ér. Szépen beteszik. De nem szépen. Kicsit nehezen fordul az autó, de azért elfordult. Még even. Szépen csúsztatja. És gyönyörűen kicsit a rázókőre rárakva, de szépen beteszi a következő kanyar. Egy nagyon picit lekapott, de a szélesítésnek köszönhetően nem csúszott meg az autó. És már megy is a következő kanyarhoz. Gyönyörűen, szépen az íven, ahogy kell. És már a második szektor felé tart. Nagyon szépek a visszaváltások. Nem csúszik meg az autó, az íven tartsa, és jó a kigyorsítás is. Így van, most következő ez a kicsit nehézekes ráfordító, és utána a kigyorsítás. De ezt is szépen veszi, és jön a következő kanyarhoz. 7 tizeddel jobb ideje van, mint az eddigi. Szépen kiteszi a rázókőre. És gyönyörűen érkezik ide a pályó hátsa részéhez, és így van, most jár úgymond a DRS zónánál. Kicsit megcsúszott, de már bírta még fogni. Szépen most jár. Volt egy kis lag. Kidobott az asztalra. Jaj! Nod, köszönjük szépen Nod a gyors teremben. Az autó szépen átgurult a lassítón, és kigurult a fűre. Hihetetlen font, egy tök jó gyors körön dob ki a lap. Ez egy nagyon szép gyors kör volt, ráadásul gyönyörűen volt vezetve. Most közben visszatértél, látom. Ja. Megpróbálod-e még egyszer? Hát nem tudom, ilyenkor nem dobált. Hát megpróbáljuk. Csak nem kell rakni egyes, vagy nem is tudom, hol tettem. Igen, ez egy kicsit itt kifordult. A célegyenes ráfordító kanyarnál. Ott rajzoltam egy pár Mad Max-et, igen. Na nézzük újra. De nem, mert le fog járni az idő. Le fog járni az idő. És le is intették szerintem. Bár nem tudom, hogy még engedik-e ezt a kört. Nem. Hát akkor nem engedtük ezt a kört. Na hát nagyjából ez lenne akkor a BMW M3 Challenge. Remélem tetszett mindenkinek, illetve kedvet kapott hozzá esetleg, hogy játszon vele és csatlakozzon hozzánk, vagy maguk között, barátok között. Én még hozzáteszek, hogy nekem a... hogy amikor kidobott az asztalra az előbb, akkor leállt a videó, majd gyorsan visszakapcsoltam, hogy hogyan az elköszönés ugye benne legyen. Így van, tehát Murinak sajnos ott a Nod az közbeszólt, pedig gyönyörűen vezetett, majd
ő is láthatja majd a gyorskörét, hogy tényleg egy nagyon, nagyon szépen összerakott kör volt, kár volt ezért a vírusírtóért, de hát nem tudunk most már mit csinálni ellene. Köszönjük szépen a figyelmet, sziasztok! Ja, köszönjük, sziasztok!